erről a lánc végéről szedtük le a még élő kutyát. És ő itt lakott. Ugye, mint tudjuk, december 23-a óta nem volt mozgás, tehát nem jöttek etetni, megitatni. Ebben a zsákban volt a tetem, a másik kutya, amelyik már elpusztult. Ez az eredeti zsák, ami ide volt félretéve. És amíg élt, addig valószínű, hogy azon a láncon élt. Itt a másik láncon, a másik lánc végén. És ez volt valószínű az ő élettere, az ő kutyaháza. Igazából azt szeretném még bejelenteni, hogy nagy valószínűséggel ebben az évben ez az utolsó gyertyás megemlékezésünk, mivel a törvényre mi egyfolytában várunk, és ők nem adnak meg nekünk semmit, innentől kezdve bejelentés nélkül fogunk érkezni olyan településekre, ahol állatkínzás történik, és a saját magunk módszerei szerint fogunk fellépni. Hiteltelen és igazságtalan lenne azzal vádolni a magyar kormányt, hogy nem képes bármely számára fontos ügyben gyorsan és hatékonyan dönteni. Az is teljesen nyilvánvaló ma már, hogy a magyar kormánynak nem a képessége, nem a lehetősége és nem a szakértelme, hanem a szándéka hiányzik ahhoz, hogy szigorú, vagy ahogy mi állatvédők szeretnénk, elrettentő erejű büntetéseket kapjanak az állatokkal erőszakoskodók. Felvetődik a kérdés, hogy valójában miért esik nehezére, ha úgy tetszik, miért fáj a magyar kormánynak, hogy a fegyelmezetten mögötte álló parlamenti többséggel együtt legalább az állatkínzással kapcsolatos bűncselekmények büntetési tételeit szigorítsa. Elég régóta foglalkozok állatvédelemmel, nagyon sok csúnya dolgot láttam, de az utóbbi időszakban úgy látom, hogy nagyon-nagyon elharapozott azoknak a dolgoknak a száma, azoknak a cselekményeknek a száma, ami azt hiszem, hogy megállt kell, hogy parancsoljunk neki. Nem szeretném tovább húzni itt a szót, illetve az időtöket. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és a végére csak egy pár dolgot tennék még hozzá. Kedves idézőjelben állatkínzók, van egy nagyon-nagyon-nagyon rossz hírunk. Mégpedig az, hogy nagyon sokan vagyunk, és egyre többen leszünk. Nem fogjuk eltűrni azt, amit csináltok. A lehető legváratlanabb időpontokban, a lehető legváratlanabb helyeken, mindenhol ott leszünk. Ezt a pólót, illetve ezt a feliratot, és az összes állatvédő embernek a támogatását föl fogjuk használni, hogy ellehetlenítsük téged, titeket, és minden módon megakadályozzuk azt, hogy bűneiteket elkövessétek. Minden erőmmel és minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy az ilyen emberek megkapják méltó büntetésüket. Én jövő héten azzal fogom kezdeni a munkámat, hogy egy hivatalos megkeresést, egy hivatalos levelet írok országgyűlési képviselőként a belügyminiszternek, az országos rendőrkapitánynak, hogy miért van ez az ember még mind a mai napig szabadlábon, miért nincsen előzetes letartóztatásban, és hogy lehet az, hogy valaki állatviadalokat szervezve még állatbarátokat, szurkolókat, civil szervezeteknek a vezetőit fenyegeti meg. Én nagyon bízom benne, hogy lesz felelősségre vonás, sikert fogunk elérni, mert együtt tömeg vagyunk, együtt tőlünk félnek. Letörtendőt az állatkínzóknak. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Megkérnének titeket, hogy induljunk el abba a harcba. Mondtam egy hűséges állatot, mint 100 embert, aki átlagos, és bármint áttapos rajtad és rajtam. Az az ember soha nem lesz ott a bajban. Egy állat nem lehet játék, türelem, felelősség, ahogy a nyádék. Felnevettek téged, mégsem érted, hogy a bűncselekmény határa hitet léped. Az élet a lábadon bármit is kirántott, azért még ne pusztítsd az állatvilágot. Végső esetben létezik nem egy menhely, rossz tett helyett inkább a kérdést tedd fel, hogy jönni, vagy inkább élni hagyni, egy út szélére rakni, vagy örökbe adni. A becsületeden kívül nincs más,
gondolkozz, mert aki mások sírtás.